Folytattánk ez a telefele adásunkat. Dodi Magis. Nagy szeretettel üdvözlőjük itt a stúdióban. Honnan érkezett és kicsoda ön? I come from Indonesia. Indonéziából érkeztem, és én alkottam meg az Ultimate Javanese Magnetism technikát, hogy bevonzam és hozzáférhessek az univerzum energiájához, amit gyógyításra használok, illetve karizma növelésre, ami segít az üzleti életben. Milyen hagyományai vannak ennek az energiagyógyászatnak Indonéziában? Indonézia több szigetből áll, ezek közül az egyik Jáva, a másik, amit a legtöbben ismernek, Bali. Balit és Jávát India befolyásolta az ősi időkben. Több ősi templom és hely lelhető fel ezeken a helyeken, és olyan tanítók fordultak meg ott, akik nagyon nagy tudással és energiával rendelkeztek. A meszmerizmusra hivatkozik többször. Tanulmányoztam a YouTube-on is a dolgait. Mit tud ő Mesmerről, illetve milyen támpontot adott az ő munkájához? Mesmer egy különleges energiát használt az életében, nem pránát és tiszta energiát, hanem egy nagyon különlegeset. Sajnos ezt a tudást megtartotta magának, és nem sokan ismerik azt, hogy mit és hogyan használt. Szerencsére van egy másik útja, hogy megismerjük azt az energiát, amit Mesmer használt. Jáva szigetén van egy technika, amivel hozzáférhetsz ezekhez az energiákhoz. Ez egyfajta tradíció és hagyomány, egy olyan erőenergia, amit a királyok használtak. Sok kutató munkát végeztem a meszmerizmussal kapcsolatban, és most már tudom, hogy melyik energiát használt a meszmer, és ezt a jávai magnetizmus kutatása során ismertem meg. Ez olyan ott, mint itt egy internet szolgáltató, ami elérhetővé teszi ezeket az energiákat, amit Mesmer használt. Szóval, amikor a mesmerizmusról beszélünk, akkor a magnetizmusról beszélünk, de ugyanakkor különbséget is kell tennünk a kettő között. A mesmerizmus az egy magnetizmus, amit gyógyításra használunk, ami Franz Mesmer által volt definiálva. A magnetizmus pedig egy olyan energia, amit az univerzumból nyerünk. Ezt az univerzum többféle energiájából nyeri, amit bármire felhasználhatunk, nem csak gyógyításra. Tehát a magnetizmus egy olyan energia, amit Franz Mesmer gyógyításra használt. Ugye Mesmer Európában élt és dolgozott, és az egész energiát állati magnetizmusnak nevezte el, és nagyon érdekes volt az ön praktisában is, hogy mielőtt bármiféle munkához kezdett volna, vízbe tette be az energiát, a Mesmer ugyanezt a technikát végezte, és ezt követően itatta meg a különféle információ ellátott vizeket a betegeivel. I adopt much from his ways because I got the clue from Ormond. Én sokat átvettem Mesmer tanításaiból, mert Ormond McGill nyomra vezetett engem. Ő volt az egyik legjobb hipnotizőr a világon. Ő 2005-ben halt meg. Több könyvet is írt a hipnózisról és a magnetizmusról. Két könyve is nagyon fontos számomra. Az egyik a Színpadhipnotizmus enciklopédiája, a másik pedig a Hipnotizmus és Miszticizmus Indiában. Ormond mondta azt, hogy Indiában is van olyan magnetikus erő, mint amit Mesmer is használt. Én akkor egyből Jáva szigetére gondoltam, ami India befolyása alatt volt. Megpróbáltam összekombinálni azt, amit addig a Jáva szigetén lévő energiákról tudtam, azzal a technikával, amit Ormond a könyvében említett. Ezelőtt csak a nyugati könyvekből próbáltam tudást szerezni a meszmerizmusról, úgy éreztem, hogy meg tudom csinálni, de amikor gyakoroltam, nagyon elfáradtam, mert a saját energiámból használtam fel. Szóval meg kellett tanulnom, hogyan tudom befogadni az energiát, mielőtt használom azt. India azokban az időkben befolyásolta a szigetet. Az ősi Jáva szigetén sok indiai pap volt,
akik hindut, spiritualitást és mindezek mellett még az erő energiákról is tanították a helyieket. És Indonéziában elkezdtek az emberek ebben az energiagyógyászatban hinni. Ugye, ha jól tudom, és ebbe erősítsen meg, legyen szíves, hogy Mesmer nem használt hipnotikus módszereket, csak magát az energiát, az információt tette be a vízbe, és azzal segített az embereknek. Tehát az ő tudáson abban lépett tovább, hogy ezt az energizált információs vizet plusz még egy hipnoterápiával összekötötte? Yes, it's right. It's correct. So Mesmer using magnetism. Igen. Mesmer magnetizmust használt, és nem hipnoterápiát. Az egyetlen hasonlóság a hipnotizmussal, hogy az emberek fókuszálnak, és ekkor kinyílik a tudatalatti. És amikor ez történik, akkor Mesmer beküldi az energiát anélkül, hogy javaslatokat tenne. Ez a különbség. Amit Mesmer ebben az időben csinált, az az volt, hogy az embereket levitte alfa hullámra egy rituálén keresztül, és akkor beküldte az energiát. Valamikor a vizen át, de valamikor közvetlenül a fejükön keresztül. A most bejátszott filmeken viszont azt látom, hogy emberekkel energiát közöl, és ezek az emberek elesnek, összeesnek, hipnotikus állapotba kerülnek. Ennek milyen jelentősége van a gyógyterápiában, amit alkalmaz? Ez más, mint a hipnoterápia. A hipnoterápia inkább újraprogramozza a tudatalattinkat, és a magnetizmus pedig újraprogramozza az ember energiamezőjét. Energiát küldök a résztvevőknek, de először megértetem velük a testükben lévő energiát, és megtanítom őket, hogyan tudják a sajátjukat és másokét is kezelni. Például, amikor az emberek sokat gondolkodnak negatívan, anélkül, hogy realizálnák, akkor rossz energiákat fognak bevonzani, és a mesmerizmussal eltávolítjuk ezeket a rossz energiákat, és jóval helyettesítjük azokat. Ezzel egyensúlyt teremtünk. Az elmúlt két hétben Canev Józseffel, akit az előbb mutattunk be, ő több kurzust, tanfolyamokat tartott. Mi ez a tudás, amit a Canev úrnak átadott, amit Magyarországon is az ő révén a Dodi tudásából el lehet érni majd a későbbiekben? A magnetizmusban két nagy lépés van, amit tudni kell. Az első az az, hogy hogyan hozzuk létre az energiát, és ezután hogyan tudjuk felhasználni azt. Az én tanfolyamomon segítek az embereknek, hogy képesek legyenek kezelni a saját energiájukat, és hogy képesek legyenek hozzáférni az univerzum energiájához is. Ezután megtanítom őket, hogy hogyan tudják azt az energiát felhasználni, amihez már van hozzáférésük, hogy tudjanak magukon és másokon is segíteni. Szóval, amit én megosztottam, az ez volt. Ahhoz, hogy megértsd, mondok egy hasonlatot. Mi olyanok vagyunk, mint egy komputer, a magnetizmus meg olyan, mint az internet. Abban segítek az embereknek, hogy legyen internet kapcsolatuk, és hogy hozzáférhessenek és használhassák azt. Ezt csinálom én. Volt egy érdekes gondolata az előbb, amikor azt mondja, hogy akik negatív gondolatokkal élnek az életben, azok önmagukban is folyamatosan kárt tesznek, illetve ennek az energiának a befogadását is sokkal nehezebben tudják átélni. Hát úgy hívjuk őket, hogy szkeptikusok, hogy őnekik milyen tanácsa van. Csak nyissátok meg a szíveteket és az elméteket, és legyetek őszinték magatokhoz. Amikor pozitív gondolataid vannak, akkor figyeld meg, hogy mi történik. Amikor a negatívra összpontosítunk, akkor a negatív dolgokat fogjuk bevonzani az életünkbe. Amikor pedig pozitívan gondolkodunk, akkor könnyebben fogjuk érezni magunkat, és minden egyszerűbb lesz. Tehát ez a szívünkről és a lelkünkről szól, és hogy őszinték legyünk önmagunkhoz. Akkor könnyebb lesz a megszokottól eltérően gondolkodni. Csinált itt egy tesztelést a kollégáink között, mert hogy szerettem volna, ha esetleg ilyen hipnotikus bemutatót tart, és az volt az eredmény, hogy igazából 8 emberből 2 talált, aki
ezt az energiát közepesen vagy tökéletesen képes volt befogadni, és mind a két ember ezek közül rendszeres meditáló volt. Hogy mit segít az az energia befogadásába, hogyha valaki rendszeresen meditál, sokkal könnyebben tud ezekkel az energiákkal dolgozni, mint akik csak ellenállók az életükben, és nem csinálnak ilyen dolgokat. Yes, because the key of the connection is meditation. A kapcsolódás kulcsa a meditatív állapot, mert akkor nyugodt állapotban vagyunk. Ilyenkor kapcsolódunk az univerzummal, és azok, akik nem meditálnak, és valami újjal találkoznak, akkor nem nyitottak rá, hanem óvatosak, és ez leblokkolja az energia áramlását. A legjobb ilyenkor, ha úgy küldünk energiát, hogy nem tudnak róla, mert akkor nem tudják blokkolni. A rendszeres meditálóknál, amikor az energia megérinti őket, akkor ők felismerik, és megérzik, mert a kapuik nyitva állnak. Hogyha most ugyanilyen vizsgálatot végzett volna 10 darab indonéz emberrel, akik eleve abban az energiába élnek az életükben, ami sokkal nyitottabb az univerzum felé, sokkal spirituálisabb, mert több ezer év óta gyakorolják, mondjuk 10 emberből hány olyan érzékenyet talált volna, akik fogékonynak erre az energiára. Tehát az arányokra vagyok kíváncsi, itt 10-ből mondjuk 2 ember volt, ott Ázsiában 10 emberből hány ember lenne, aki erre az energia befogadására képes lenne egy ilyen rövid bevezetés követően. When people never know, this is not about this is Indonesia. Ez nem arról szól, hogy indonéz vagy sem, hanem arról, hogyha spirituális beállítottságú vagy, akkor könnyebben és gyorsabban befogadod az energiát. Azok, akik nem imádkoznak és nem meditálnak, hanem nagyon kritikusan gondolkodnak, azoknak sokkal több időre van szükségük, mint a spirituális embereknek. Amikor igazán gyakorolják, amit én megosztok velük, akkor általában 2 napon belül elkezdik érezni, és azoknak, akiknek nehezükre esik érezni, azoknak maximum 21 napra van szükségük, hogy érezzék és befogadják ezt az energiát. Ez csak az időről szól, mert amikor megérzik, akkor megérzik. Ez csak a felkészülési időszak, mielőtt felfogják az energiát. Én sokat jártam Ázsiában, főleg Fülöp-szigeteken, energiagyógyászokat filmeztünk még 25 évvel ezelőtt, és ott mindenki az állatjegyünket akarta nekünk bemutatni, hogy minden embernek van egy állatjegye is. Hogy mi az ő állatjegye? Biztos kapott Indonéziában egy jegyet. Nagyon sokat elárul az ember természetéről. Hallott-e ilyenről, hogy neki mi az állatjegye? Yes, in Asia normally, yeah. Ázsiában általában úgy vélik, hogy többféle energia befolyása alatt állsz. Az egyik az állatenergia. Van olyan tradicionális magnetizmus, amiben ez megtalálható, mint például a tigris vagy a sárkány, de hosszú a különböző energiák listája, és azon múlik, hogy ők miért használnak. Létezik olyan hagyomány, ami az állatenergiát használja, de ez nem mindig jellemző. Szóval azért mertem szemtelenkedni vele, mert amikor figyeltem, amikor energiát ad el, akkor tipikus sárkány karaktere van. Tehát ez nem jó, nem rossz, hanem egy speciálisan ilyen energiát éreztem áradni belőle. Ez csak egy vélemény, a kérdés ott lenne, hogy most itt tartózkodása után mi a vélemény a magyar szellemiségről, a magyar spirituális életről, a magyar emberekről? It's amazing. Ezt már mástól is hallottam, de ezt csak azok az emberek mondják, akik nagyon érzékenyek és nyitottak az energiára. Az én tréningemen a magyarok nagyon nyitottak a tapasztalataim szerint. Azért vannak ott, hogy segítsenek önmagukon, és hogy felfedezzék az ismeretlent. Mivel eljönnek a tréningemre, nyilvánvalóan nyitottak, és én segítek nekik felismerni a bennük rejlő energiákat, és hogy hogyan tudják jobban kezelni ezeket. Tehát a lényeg az, hogy hogyan tudjuk úgy kezelni az energiákat, hogy jobb életet élhessünk. Néhány ember nagyon szerencsés, mert amikor megszületett, akkor energiát nyert egy bizonyos forrásból, aminek megfelelő volt az összetétele. De a legtöbb ember nem így születik. Ezért van szükségünk a magnetizmusra, hogy újra tudjuk kezelni az energiákat, és hogy képesek legyünk visszaállítani azt. Látom, hogy elég hosszú praxisa van már ebbe a világban, hogy mi az, amire
leginkább visszaemlékszik? Mi volt az a leghatásosabb segítség, amit nyújtott embernek, amitől megváltozott az élete, vagy valami speciális gyógyulás hozott a számára annak a bizonyos személynek, vagy személyeknek? Before the first time I go international. Mielőtt nemzetközi gyógyítóvá váltam, és elindultam, hogy megtanítsam ezeket a gyakorlatokat Európában, Ausztráliában és Ázsiában, először Belgiumba hívott engem egy Tom nevű ember, aki szintén energiagyógyász. Ő azt mondta nekem, Dodi, szeretném megérezni ezt az energiát, amit te közvetítesz. Tudnál egy bemutatót tartani úgy, hogy én Belgiumban vagyok, te pedig Jakartában? Ő akkor már nyitott volt az energiákra, és én készítettem egy szimbólumot, hogy közvetítsem az energiát, és ő egyből megérezte azt az energiát, amit én közvetítettem felé. A szimbólum felerősítette az energiát, amit közvetítettem. Ezek után, hogy megérezte az energiát, Tom meghívott engem, és azóta tartok tréningeket Európában. Ez volt a legérdekesebb megtapasztalásom, mert ő megerősítette, hogy ő tisztán érzi ezt az energiaközvetítést, még úgy is, hogy más országban voltunk, de ugyanabban az időben. Nagyon szeretném megköszönni azt, hogy ellátogatott Magyarországra, Józsefnek is, hogy meghívta, és ezt a tudást átadta már elég sok embernek, és ha érdekli a kedves nézőket, akkor ti is csatlakozzatok be, és próbáljátok megismerni a bennetek lévő energiát, mert amint hallottátok, ez mindenkiben ott van, mi egy számítógépek vagyunk, és ahhoz, hogy az univerzális energiákhoz, az univerzumba tudjunk csatlakozni, ahhoz csak egy szoftver kell, és minden ott van bennünk, hogy ez a dolog működjön. És tanúsítom, hogy ez így van, és ti is próbáljátok ki, és csodákat tudtok a saját életetekben is csinálni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, ezután referadásunkat láttátok. You are welcome and nagyon szívesen, és én is nagyon köszönöm neked a lehetőséget. Örülök, hogy megoszthattam ezt veled és az emberekkel. Köszönöm szépen!